A címből is látható, hogy én kutatási témákról szeretnék szólni egy keveset, azt szeretném elmondani, amit mi a ELTE-n a űrkutató csoportban csinálunk. És amint lehet is látni, még egy tévhitet szeretnék eloszlatni, hogy űrkutatást nem csak az égben lehet csinálni, űrkutatást lehet a Földön is csinálni. Ezt úgy értem, hogy nem csak tehát az emberek általában itt vannak a Földön, csak az űrhajósok vannak az égen, de a kutatás maga és a műszerek is a Földön lehetnek, és ettől még űrkutatást csinálunk. De mielőtt eljutnék idáig, ugye tudományról lévén szó, természetesen az, hogy valamilyen eredményt elérjünk, az szükségünk van elméleti alapokra. A csoportunk munkájához feltétlen szükség volt, és szükség is van arra, hogy elméleti kutatásokat végezzünk. Itt nem akarok belemenni a részletekbe, mert nem szakmai közönségnél van szó. Itt a rádióhullámok terjedéséhez, elektromágnességhez kapcsolódó kutatásokról van szó. A Maxwell egyenletek írják le ezt a tudományt, és annak a különböző típusú megoldásaiban értünk el olyan eredményeket, amelyikek később meghatározzák a későbbi kutatásainkat. Például a másodikat említem csak külön, hogy a magnetoionos közegben, tehát egy olyan töltött, mágneses térben lévő töltött közegben a hullámteredésnél fellépő elemek segítenek olyan köznapi dolgokban, mint például a GPS-nél a elérhető pontosság javítása. Kezdjük azzal, hogy mi van az égen. Tehát a csoportunk most már 40 éve működik, és a 40 év alatt több sikeres űrkísérletet is folytattunk. Ezek tudományos kísérletek voltak, amelyeknek a célja a rádióhullámok terjedésének vizsgálata a Föld körüli térségben. Ugye a Föld felső légköre, amitől az emberek nem nagyon szoktak szót ejteni, mert hogy köznapi értelemben ott nem nagyon van anyag, de hát azért ott mégiscsak van valami. Ez a valami, ez a mágneses tér és a töltött részecskék keveréke, amit magnetoszférának vagy plazmaszférának hívunk. És ugyanazt kétköznapi ember azt gondolja, hogy ez nem fontos számára, de erről mindjárt majd szót ejtek, igenis fontos számunkra, mert olyan hatások, olyan események zajlanak ebben a térségben, ami mindennapi életünkre manapság mindenképpen hatással van. Az első űrkísérletünk az már elég régen történt, az 89-91-ben repült, a SAS nevezetű hullámelemző műszer volt, akkor még ugye a szocialista kapcsolatok révén az Interkozmosz műholdak között, ez volt a 24-es sorozat, és ilyen furcsa jeleket mért, ezek úgynevezett whistlerek, ez itt az időtenge, ezen az ábrán, ez pedig a frekvencia, ahogy tetszik ezeknek a hangok analógiája, ez a hangoknak a magassága, és olyan furcsa jeleket találtunk ott a műholdon, aminek az eredét máig sem tudjuk. Ennek a műholdnak a következő műholdcsaládnak a következő tagja az 2006-2007-ben repült a Kompasz 2 nevezetű műholdon, amelyiket orosz-ukrán együttműködésben készítettünk, és rajta volt a SAS 2 nevezetű műszer, amit teljes egészében akárcsak ez a műszer, ez még a műegyetemen készült, ez a műszer pedig már a Bodnár Laci cége készítette, a BL Electronics Kft. Ennek a mérete ez ilyen jó arasznyi nagyságú műszer összesen, ez még jóval nagyobb műszer volt itt, azóta technológia fejlődött. És az elméleti modellekben megjósolt furcsa típusú görbülése ennek a jelnek, ezt tudom, hogy nem fontos itt a mindennapi ember számára, ezt meg tudtuk mérni a műszeren, ez volt az első ilyen esemény, amikor egy elméleti jóslatot a műszeren meg is tudtunk mérni, ennek tudományos jelentősége elég nagy. Ugye ennek a műholdnak az volt a cél, hogy a plazmaszférát, tehát a Föld felső légkörét vizsgáljuk, mégpedig az űridőjárás és szeizmikus eredetű jelek kutatása szempontjából. Az űridőjárásról még egy pár szót majd később említek. Csak érdekességként, milyen következménye van a világtörténelem változásának. Ez egy elhagyott tenger alattjáró, amelyiket a katonák már nem tudtak használni. Ez egy tenger alattjáró kilőtt műhold volt, és nem közönséges szárazföldi rakétával lőtték ki, hanem annak idején ezt ballisztikus rakéták, támadó rakéták kilövésére szánták. Hál' Istennek békésebb célokra is lehet használni, és mélyre is használtuk. Aztán folytassuk tovább, közeledünk már nem csak a MÁ-hoz, hanem a közeljövőhöz. Itt ez a műhold, ez egy szintén orosz-ukrán-magyar műhold lesz, amelyiken a SAS 3, ennek a SAS műszercsaládnak a újabb fejlesztett tagja fog rövidesen pályára állni, mégpedig szintén furcsa módon először meglátogatja a nemzetközi űrállomást, egy Progress teherűrhajó remélhetőleg október 30-án sikeres tartal, nem úgy, mint az előző Progress, amelyiket meg kellett semmisíteni.
Tehát ez a Progress október 30-án remélhetőleg felviszi az ISS-hez ezt a kis műholdat, amelyet majd akkor állít pályára, amikor leválik a nemzetközi űrállomásról, és a maradék tartalék hajtóanyag segítségével magasabb pályára áll, és ott engedi el a műholdat, és úgy kerül ez a műhold pályára. Ennek a műholdnak a fő célja, tehát a Föld felső légkörében lévő fényjelenségek vizsgálata, amelyeket nem olyan régóta ismerünk, és természetesen az elektromágneses környezet vizsgálata is. Ugyanennek a műszeres családnak egy fejlettebb változata fog remélhetőleg rövidesen a nemzetközi űrállomásra kerülni, amelyik kihasználja majd, hogy ez a nemzetközi űrállomás az első, a létező legnagyobb struktúra, amelyiket az ember a Földön kívül valaha is eddig létrehozott. Ugye ez 100 méter nagyságrendű távolság, ez a hosszabbik tengely, és az alkalmasát teszi a műrállomást olyan mérések elvégzésre, amely egyébként máshol nem lehetséges. Ezt a műoldas műszert is a csoportunk tervezte, és a BL Electronics gyártja, illetve készítette el. Sajnos nem tudom kihagyni, hogy elmondjam, hogy a harmadik, ennek a sorozatnak a harmadik tagja a RELEC nevezetű műhold lenne, illetve lesz, amelyiken szintén lesz egy SAS-3 műszer. Ez a sugárzási öveket, illetve a Föld fényjelenségeiből keletkező nagy energiájú részecskéket vizsgálja majd. Azonban ez a műszer már csak félig meddig lesz magyar műszer, abban az értelemben, hogy a tudományos kutatásokban mi már nem leszünk bent, ugyanis 3 év óta a magyar űrkutatás egy fillért nem kap magyarországi forrásokból. Ezt a RELEC műholdat is némi ügyeskedéssel európai, illetve ÉSA forrásból sikerült csak befejezni. Tehát ez itt tulajdonképpen a BL Electronics ezt nem a magyar hozzájárulásként adja a műholdhoz, hanem az orosz fél ezt megveszi, és a következő a tudományos programban már mi nem vagyunk benne. Ez már 3 év alatt idáig jutottunk, ha ez itt tovább így folyik, akkor el tudják képzelni, mi lesz ebből 1-2 év múlva, tehát mi lesz a magyar űrkutatásból, hogyha ez így megy tovább. Még mindig tovább, itt még mindig az égről lenne szó, csak itt kicsúszott a képről, ez a távoli égen. Benne vagyunk közösen a BL Electronics-szal egy európai űrügynökség, japán űrügynökség közös program által tervezett közös programban, amelyiknek az előkészületei már évek óta folynak, és ez a műhold, a Bepi Colombo nevezetű műhold, amelyik két műholdból álló küldetés lesz a Merkurhoz. Az 2014-ben fogják fellőni, és a célja az, hogy a Merkurt, mint a naphoz legközelebb eső bolygót, amelynek ráadásul saját mágneses tere van, megpróbálja megvizsgálni, és egy csomó olyan alap tudományos problémát is megpróbál kideríteni, amelyet egyébként máshol nem fogunk tudni megtenni. Itt ebben mi egy intelligens jelfelismerő és detektáló rendszert csinálunk közösen. És akkor még mindig maradjunk az égen, tagok vagyunk egy olyan Európai Uniós kutatási együttműködésnek, itt az egyetem címere és a nevünk, amelyiknek az a célja, hogy a űrkutatás, az űrtevékenység során az 60-as évektől kezdődően rengeteg ionoszféra kutató műhold volt már, sok kísérletet folytattak, de az adatok szanaszéjjel vannak, és a fő cél ennek az uniós projektnek az, hogy egységes, szisztematikus módon feldolgozzuk és elérhetővé tegyük mindenki számára ezeket az adatokat, ugyanis az ionoszféra nagyon fontos szerepet játszik számos olyan folyamatban, űridőjárási földrengés előjelzési folyamatokban, amelyekhez ezek az adatok egységes feldolgozással nagyon fontosak. És akkor térjünk át arra, hogy is lehet űrkutatást csinálni a Földön. Ugye az, hogy az égben hogyan lehet, azt mindenki el tudja képzelni, azért űrkutatás, mert az égben van. De Földön is lehet. Erre bizonyíték ez az Európai Uniós projekt, amelyikben az ELTE, a konzorcium vezetője, úgy hívják, hogy plazmon, ennek az a rövidítés angol, az a plazmaszféra monitorozását jelenti. És hogy arról van szó ebben a projektben, hogy a Föld körüli térség, ez itt a Föld, ezek itt a Föld mágneses erővonalak, és ez pedig a Föld körül lévő úgynevezett plazmaszféra, amelyik töltött részecskékből áll. És akkor itt csak két mondatot szeretnék mondani az űridőjárásról. Még előtte annyit mondanék, hogy ennek a programnak az a célja, hogy ezt a térséget megfelelőképpen le tudjuk írni, és folyamatosan tudjuk követni az állapot változásait. Mégpedig ezt olyan módon tesszük meg, hogy léteznek a természetben furcsa rádiójelek, amelyeket villámok keltenek, tehát képzeljék el, hogy itt a Föld való Dél-Amerikában egy villám lecsap, akkor az kelt egy rádió hullámot, az képes a
földmásos erővonalai mellett terjedni, és a másik oldalon egy egyszerű rádióvevővel tudjuk ezt venni. Ezeket a jeleket whistlereknek hívjuk, amelyeket sajnos magyar kifejezés hiány nem tudok más mondani rá, amelyiknek a fordítása azt jelenti, hogy fütty. És itt vannak ezek a hullámok, ez itt az idő, ez pedig a mondjuk a hangmagassága, tehát a frekvenciája jelnek, és azért hívják őket whistlereknek, mert hogyha meghallgatja őket egy hangszorón, akkor úgy hangzanak, mint egy mélyülő fütty, valami ilyesmi, mert nem tudok szépen fütyülni, elnézést. Hogy mire jók ezek? Most az űridőjárásról csak két szót, hogy a mai ember azt gondolja, hogy mit érdekel engem, hogy mi van a felső légkörben néhány száz vagy néhány ezer kilométer magasságban. Ez nem így van. Ha bekapcsolják a mobiltelefonokat, és te szeretnének valakivel messzebb beszélni, az bizony műholdakon keresztül megy. Ha bekapcsolják az autójukban a GPS-t, az műholdakon keresztül megy. Bekapcsolják este a tévét, és Veszprémben megnézik valamelyik budapesti adó műsorát, az a tévéjel az egy átjátszó műholdon keresztül jut Budapestről Veszprémbe, bármennyi, mi hiába 120 km a távolság, az műholdon keresztül megy. Ha megnézik az időjárás jelentés, azok a képek, amit a meteorológus megmutat, az műholdon keresztül jön hozzánk. Tehát a műholdak manapság az életünkben beépülnek, a mindennapi életünk részévé válták, csak akkor azért nem tudjuk róla, mert működnek. Na most az űridőjárás az űrnek a felső légkör részének a változásai, és itt ez bizony nem olyan barátságos világ, mint az alsó réteg. Itt nagy energiájú részecskék gyakran keletkeznek és eltűnnek, és ezek a nagy energiájú részecskék pedig képesek arra, hogy a műholdnak az energiáit, elektronikus berendezéseit tönkre tegyék. Tehát, hogyha képzeljék el, a földi viharok analógiájára van egy űrben, akkor ezek a viharok, ezek a részecske viharok tönkre tudják tenni, vagy időlegesen le tudják állítani a műholdakat. Tehát meg tudják szüntetni a kommunikációt a műholdak között, a GPS-nek a pontossága nagyságrendekkel változhat, a mágneses térre alapozott navigáció, ami a repülőknél még máig is standard navigációs rendszer, az megbolondul, és a repülőket nem engedik felszállni, szóval ilyen alaposságok történhetnek, vagy például a földi hatásai olyanok, hogy egy teljes terelésen mellett transformátorban szaturációt idézve leégetik a transformátort, és megszűnik az áramszolgáltatás akár egy megyényi vagy két megyényi területen, ilyenre már több példa is volt ezeknek az eseményeknek a során. Na most ezeket, ezeknek a területeknek, a térségeknek a figyeléséhez, ezeket az úgynevezett furcsa jeleket, a viszteleket használjuk, mégpedig olyan módon, hogy földi állomásokat telepítünk, mert ugye látták azon a dián három diával ezelőtt, hogy ezek a jelek visszajutnak a földre, és lehet őket venni. És kiépítettünk egy olyan globális mérőhálózatot, amelyik jelenleg egyetlen a világban, amelyiknek ugye pirossal azok az állomások láthatók itt a Kárpát-medencében, amelyek már működnek, Nagyszentkenti Anyban, Pesten az Eltén és Gyergyóújfaluban, Erdélyben, de működik Belgiumban egy és kettő, Finnországban, rövidesen Skóciában is el fog indulni egy, és néhányat tervezünk még a Csehországban, Németországban, illetve Görögországban is. És emellett van egy világméretű hálózat most már, 16-17 állomásba áll, és rövidesen szeretnénk 30-40 állomásra bővíteni ezt a mérőhálózatot. Mégpedig azért, hogy ezt annak a felső légkörnek a változásait folyamatosan követni tudjuk, és ezzel az űridőjárási folyamatokat, tehát a felső légkör változásait, amelyek ugye a földi technológiára, az űrtechnológiára hatással vannak, ezeket követni tudjuk, és ezek ezzel a monitorozással, illetve ezeknek a változásnak a segítségével egyfajta űridőjárás előjelzést tudjunk megvalósítani. És ezt csak azért mondom, hogy a Földön is lehet űrkutatást művelni, és ha már itt a talpra magyarra van szó, ez egy magyar tervezésű, magyar vezetésű hálózat, ami az Eltén hoztunk létre, és itt az utolsó ábrán bemutatom. Ez az eszköz, amelyiket szintén a Bél Electronics Kft. Csinál, ez egy speciális adatgyűjtő egység, ami szükséges ahhoz, hogy a méréseket szinkronizálni és egységesen kezelni tudjuk, szintén magyar kézben van, és magyar kézből Magyarországon készítik, és ez az égi műholdas technológiának egyfajta adaptációja földi körülményekre. Itt csak ez érdekességképpen, ez egy mérőállomás az Antarktiszon, amit 2005-ben helyeztünk üzemben. Hát én ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen, hogy égensföldön milyen űrkutatást lehet művelni.